Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Munkás Szent Józsefnek az ünnepe van, és ezen a napon ünnepeljük és gondolunk Máriára, a világ győzedelmes királynőjére, bár az egyház ezt az ünnepet most, mint királynőt, nagy boldogasszony nyolcadára tették, de így kérjük ma itt Máriát, és kérjük az ő segítségét, kérjük az ő oltalmát, és hálát adunk mindazért, amit megélhettünk az elmúlt napokban, és szeretnénk magunkat, népünket és a világot Szűzanya oltalmában ajánlani, és kimondani azt, hogy igen, akarjuk, ő legyen a mi királynőnk, a szívünk királya, a világ királynője. Hogy mindezt tiszta szívvel tehessük, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket,
és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkoztatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten aránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd meg őt. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd meg. Könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk.
és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Mennyország királynőjének, magyarok nagyasszonyának dicsőséges közbenjárására, és Szent József segítségével a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Itetett. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Gyermek születik, és fiú adatik nekünk. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, és ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midian idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni csodálatos tanácsadó. Erős Isten, örök Atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít, mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Legyen áldott az Úr neve, most is mindörökké, amen. Legyen áldott az Úr neve, most is mindörökké, amen. Dicsérjétek az Urat ti szolgái, dicsérjétek az Úr nevét. Alleluia.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába, Szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. Szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél, mert ime gyermeket fogansz a méhedben, és fiút szülsz. Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házába mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. Szent Lélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant örökségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt. Ime az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves, szeretett testvérek, igazából rengeteg házi feladatunk van, ugye? Mindenek előtt szeretnénk ebben a szentmisében együtt, közösen, gyermeki szeretettel köszönteni a mi mennyei édesanyánkat, a Máriát, a világ győzedelmes királynőjét. Aztán persze május 1-e van, Szent József ünnepe, hát Szent Józsefet is szeretnénk köszönteni, az egyik lányunk hozott is egy Szent Józsefes verset, reméljük lesz valahogy lehetőség meghallgatni azt. Aztán ugye, körülbelül 2 héttel ezelőtt a Lengyelország nagyasszonyánál, a Fekete Madonnánál voltunk, szentmisét mutattunk be, és imádkoztunk azokért a lovasokért, azokért a magyar fiúkért, akik úgy döntöttek, hogy Lengyelországon keresztül, Csehországot, Szlovákiát érintve eljönnek, és útközben meghívnak mindenkit, hogy jöjjenek. Így jön Ferenc pápa is, imádkozzunk együtt. És hát a tegnap a metróba össze is futottam egy jó pár lengyel emberrel, és hát kiderült, hogy hát még azt mondják, gondolkoztak azon, hogy eljönnek, de aztán, amikor látták a televízióban a bíztatást, a nógatást, hát akkor tényleg megszervezték és eljöttek papostól, mindenestől, hogy itt együtt imádkozzunk a világ békéért. Igen, ebben a szentmisében hát a világ békéért is fog kelleni, imádkozzunk. Ferenc pápának megígértük, hogy ő elment, de tegnap hallottátok, ugye ránk bízza, hát a keresztény Európa hitét és békéjét. Nekem olyanok voltak ezek a Ferenc pápa utolsó mondatai, mintha nagy csütörtökön maga Jézus Krisztus mondta volna el a főpapi imájában. Nagyon megható volt. Igen, van házi feladat elő. És ezen kívül én még szeretnék imádkozni egy fiatal anyáért is. Képzeljék el, hogy szülés előtt 2 hónappal
Az orvosok megállapították, hogy daganat van a méhében, és ugye ki akarták operálni, és az anya vállalta, hogy megszüli a gyermekét. Megszült, utána ugye megoperálták, most kemoterápián van, és el akart jönni, és el is jött, de autóval nem tudott ide jönni, és aztán sírva visszament. De érte is, a gyermekéért is, családjáért is szeretnék imádkozni. Na, ez a házi feladat. Van dolgunk elég. De milyen szép dolgaink vannak, nem? Ilyen dolgoké. Jó együtt imádkozni, együtt lenni. Igen. Hogy erőnk is legyen hozzá, na nézzünk a szűzanyára. Én annyira tudom csodálni, mai evangéliumot is hallottátok, hogy 15-16 éves, biztos nem volt nagyobb, és hát elég nagy feladatot bíz az Isten rá. Hát meg kéne szülni a világ megváltóját a világra. És milyen jó, hogy a boldogságos szűzanya nem abból indul ki, hogy ő mint ember mire képes, hogy mennyi erő, energia van benne, meg tudás, meg képzettség, meg stb. Hány diplomája van. Nem mondja azt, hát, hogy hát a názáreti alapfokú iskolában nem tanították az Isten szülés kisipari módszereit, nem? Hanem legyen áldott az Úr neve. Ki meri mondani? Mert abból indul ki, hogy mit kér az Isten. Isten lehetetlen tőlünk nem kér. És igen mer mondani Teremtő Istenének. Én valahogy a boldogságos szűzanyát, Szent Józsefet is úgy képzelem el, mint egy hegyi patakot. Nem tudom, itt a hegyen nem láttam patakot, de Székelyföldön, ahol én felnőttem, lépten nyomon vannak ilyen patakok. És tudják, ez a patak szalad a völgybe, és neki megy egy kőnek, nem áll meg, hogy na ki az a, ki derakta ezt a követ, hogy én milyen szerencsétlen vagyok, de fel fogom jelenteni a NATO-nál, vagy akárhol, meg hasonló. Nem, a kis patak egyet döccsen, felette, mellette, és végzi az útját. Nem áll meg. És az milyen jó lenne, ha szűzanyától megtanulnánk. Hát a férfit nem is ismerek. Hát az angyal egyet-kettőt mond, na, amen. Herodes a gyermek életére tör. Hát nem akad fel szűzanya. És később is. Ez a bátorság az életünkben. Én sokszor azt látom, nagyon sok ember, mint a keresni egy követ, hogy mind tudnék keresztül esni, vagy mi tudnék megállni. Nem. Voltak s lesznek népünk életébe akadályok, nehézségek, mondhatnánk keresztek is. Keresztül kell tudnunk lépni rajta. Mindig a célunkra összpontosítsunk, a feladatunkra, és akkor ne foglalkozzunk sokat a nehézségekkel, gondokkal, hogy más mit mond, meg mit gondol, meg milyen gondok vannak. Igen, hiszem, hogy Isten erőt is ad feladataink végzéséhez. Aztán a másik dolog, amit meg kellene tanulnunk, hogy ugye ezek a hegyi patakok mellett az ember elmegy és egyet sétál, óhatatlanul is könnyen, hát ugye a fövenyt, a törmeléket bele tudja rugni a patakba. Egyszer én is így jártam, és néztem, hogy milyen hamar patak ide-oda lerakja a törmeléket, nem viszi magával. És utána 3-4 méterrel odább már megint kristály tiszta. Milyen jó lenne, megtanulnánk. Hát a szűzanyá is sérelmeket, a gondokat nem viszi magával. Tud szeretni annak ellenére is, hogy hát Herodes olyan, amilyen, nem? Hogy a mennyei atyai gondviselés, ugye amikor kis Jézus elveszett, hát hogy mondjam, eléggé karmatett kézzel kivárt. Tehát nem küldte az angyalát, hogy Mária, nézd ott a függöny mögött, segrestjébe, kis Jézus, na, puszi, puszi, milyen szép történet az isteni gondviselésről, milyen jókot tudnánk prédikálni. Az isteni gondviselés, hát karba teszi a kezét, és hallám Mária, mennyire Józseffel, mennyire talpra esett, nem igaz? Majd megkeresik a Jézuskát, hát, de megkeresték, ez a lényeg. És gondoljunk magunk elé a szűzanyát, eltelt egy nap, kettő, hogy összebújnak ott Názáretbe, vagy Jeruzsálembe, ott a sikátorokba, vajon hol lehet ez a gyermek? Hogy mennek a piactére, nem láttak egy ekkora fiúcskát, jó, Jézuskának hívják, így volt felöltözve, nem látták, tényleg nem látták.
abban az időben ilyen gyereket a rabszolgapiacon, mint a cukrot úgy eladták. Hát hogy ne izgultak volna meg? Azért tudták, hogy Herodes gyermekvédelmi szakszolgálatának is azért elég furcsa elképzelései vannak a kis Jézus jövőjével kapcsolatosan, nem? Nem várják, hogy majd valaki megkeresi a kis Jézust. Ők maguk. Igen. Történtek boldogságos szűzanyán, Szent József életében is nehézségek, és a lovasok is elmondták, hogy hát jó nemes célé elindultak, és három napon keresztül egyfolytában esett az eső, hogy mindenütt folyt a víz, csizmájukból ki kellett öntség. Igen, az isteni gondviselés ilyen. Nem old meg mindent helyettünk. Igen, mennyei atya, hát bízik bennünk. Nem pulickából teremtett bennünket, képesek vagyunk egy-két dolgot megoldani. Mi is ugye, hogyha a gyerek nem ültetjük egy tolószékbe, vagy taszigáljuk, hanem hát elesik. Kicsit felállsz, nem? Lement a bőr, hát na, kapsz egy puszit a buksidra, na, büklögj tovább, nem igaz? Bicikli, meg folytathatnánk tovább. Nem kímél. Tehát nem Mama Hotel teremtett a mennyei atya ezen a földön, hanem azt szeretné, hogy felnőjünk oda, hogy vele egy asztalhoz tudjunk ülni. Ilyen a világ. Aztán ugye egy másik olyan dolog, amit ugye Szűzanyától, Szent Józseftől megtanulhatnánk, hogy meg a kispataktól, figyelték, hogy ahol az a folyók elfolynak, vagy a patakok, a partján zöldebb minden. Egészségesen, öntözi. Tehát akkor nem csak a Nílust, hanem felénk is, ahol ilyen patakok folynak, ott élet van. Igen, ahol Mária elmegy, ott élet van. Milyen jó lenne, mi is meg tudnánk tanulni azt, hogy ne nyafogjunk. Hanem ahol elmegyünk, ott öröm legyen. Ugye Mária elmegy Erzsébethez, Erzsébet örömében felújul, még a kisbaba is a mélyében keresztelő Szent János, hát őrvendezik. Mária Magnifikátot énekel. Tehát nem azt olvassuk a Szentírásban, hogy hát Erzsébetet meglátogatta Mária, és elmondta, hogy jaj, drága Erzsébet, ne tudd meg. Hát ezek a mai tevehajcsálok, hogy milyen pofátlanok, hát borzasztó, mennyibe került ez az út, három nap, bele őszültem. Komplekt. Tehát tele van a fülem homokkal. Hát milyen hóviharban, mit tudom, mi volt ott. 8 vízholyag van a talpamon. Erzsébet, gyere, borulj a vállamra, sírdogáljunk. Nem ez van a Szentírásban. Pedig, hogy őszinte legyek, egy-egy papnak talán még tetszene is, milyen szépen lehetne vasárnap prédikálni, hogy hát a Mária élete se volt fenékig tejföl, nem? Elolvasom Mária lamentációját, amit ő meglátogatta az ő drága rokonát Erzsébetet, gyertek, boruljunk egymás vállára, és sírdogáljunk, mert lám a NATO mit mond rólunk, vagy mi történik, vagy az ellenzék pontosan kivesész, meg akármi, sírdogáljunk. Nem erről szól az élet. Magasztalja lelkem az én Uramat, hogy öntözd azt a szomszédot, akinek az életében, akivel találkozol, nem? Hogy akivel találkozok, az ne azt mondja, ja Isten, az megint itt van. Hanem örömében felújjon, hi, milyen jó itt van Csaba testvér, igaz? Vagy te. Ez lenne a cél. Máriától ezt kell megtanuljuk. Igen. És ugye szeretnénk egy engesztelő kápolnát. De elárulom testvéreim, hogy ti vagytok ennek a kápolnának a kövei. Ha belőlünk nem épül fel, akkor biztos nem fog felépülni. De akármilyen szép, mit tudom, monumentális történelmi épületet felhúz Erdő Péter bíboros úr, az nem lesz engesztelő kápol, az csak egy épület lesz. Ez mi kell? Saját magunk imádságos, verejtékes munkájából felépíteni. A világ megváltását nem azzal kezdte el a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy Názáretbe egy székesegyházat felhúzott, hanem megkérdezte Máriát, vállalod-e, hogy szolgáló szeretettel azt a terhet, azt a keresztet, mi Urunk Jézus Krisztust kihordjad, világra hozzad, felneveljed.
Igen. Tehát én az amellett, én is örvendenék, ha itt egy szép templom lenne, nem tudom, szebb lenne az a mise, mint itt természetől én, de igazából tudatosítani kell magunkba, hogy én vagyok az az engesztelő kápolnának egy téglája, egy köve, amit Boldogságos Szűzanya szeretne itt Magyarországon fölemelni. Mert azt gondolom, hogy ha megvannak ezek az élőkövek, akkor szinte magától fog felépülni a kápolna és minden egyéb. Igen. Döntsük el, hogy mától fogva bárhova megyek, Isten áldása szeretnék lenni. Olyan jó volt hallani a lovasoktól, hogy ugye ott a Fekete Madonna lábánál igazából megáldottunk egy pápai zászlót, és egy hatalmas zászlóval jöttek hosszan keresztül Lengyelországon, Csehországon, Szlovákián keresztül. És elmondták, hogy az ottani emberek, amikor meglátták ezt a zászlót, mindenütt megnyitották a házat előttük. Nem volt szállásuk, és lett. Nem volt mit enni, és lett. Miért? Mert az egyház zászlajával mentek. Mert örömhírt vittek. Mert jókedvű magyar emberekként oda köszöntek. Adná az Isten, hogy tényleg mi rajtunk is, hogy mondjam, tehát mi is, mint a hegyi kispatak, életet vigyünk arra, ahol eljárunk. Na és talán még ráadásul még egy gondolatot, ha megfogalmazhatnék, ugye ha felmegy az ember ezekbe a hegyekbe, a Retyezádba, vagy a Hargitára, vagy akármelyik patakból lehet inni. Gyerekeket el is vittem egyszer, a Retyezádban van egy Lázár vízesés. Hát vagy 100 métert zuhog, buzog a víz lefelé. Nem teljesen függőlegesen, de nagyon-nagyon meredeken. És ahogy leér a völgybe, hát vagy a zajba, ott egy kivált magának egy gübét. Az ember oda megy, belenéz, azt hiszi 20 centi víz van benne, 3 méter mély. Olyan kristálytiszta, meg is kóstoltattam a gyerekekkel, nagyon finom. És elmondtam nekik, hogy ezt a vizet, hogyha kristály vázába elvisszük, letesszük, hét múlva megposhat, nem? Ez a víz, ha leír a völgybe, ahol lelassul a folyása, hát ott már senki nem fog belőle inni, mert olyan poshat lesz. Az ember teste 70-80% a víz. Nekünk is mozgásba kell legyünk, nem? Tehát sokszor haragszunk, hogy ilyen-olyan feladataink vannak. De igazából a Boldogságos Szűzanyát, ha nézzük, elmegy Erzsébethez, ide megy, oda megy, végzi a dolgát, nem? Szent József nem segélyből tartott el a kis Jézust, nem pályázott az Európai Unióhoz, hogy mondjam, gyermeknevelési, mit tudom én, szaksegélyé vagy ilyesmi, nem. Dolgozott. Ügyeskedett. Kitalált ezt, kitalált azt. Ugye a Szent Család, mikor voltam Egyiptomban, és megkérdeztem, van-e nyoma annak, hogy a Szent Család mit csinált itt Egyiptomban? És mondták, hogy az első századoktól ki van jelölve az az útvonal, ahol a Szent Család vándor ácsként, asztalosként, hát bandukolt Egyiptom földjén. 1600 kilométer. És a mostani Mohamedán, ugye, kormány fel is újította ezt az útvonalat, mert ősi templomok, kápolnák, kolostorok vannak hosszan, úgy, mint a Komposztellában Szent Jakab útja, hogy van, hát ugyanúgy Egyiptomban is van egy ilyen kopt zarándok út. Hát most sajnos ez az arab tavasz miatt senkit nem biztatok arra, hogy induljon el arra, mert nem biztonságos, de tudnunk kell, hogy van egy ilyen útvonal. És ezek a kopt szerzetesek elmondták, hogy ne úgy képzeljük el, hogy ott, mit tudom én, hogy mondjam, Egyiptomban, ott, Alexandriában, vagy hol, hát hogy kis Jézus ott tanult, iskolába járt, a Szent Család ott ünnepi megrendeléseket fogadott és dolgozott, hanem úgy kell elképzelni, mint egy vándor ácsunk, asztalost. Átugrunk.
Szamárhátán a kis felszerelés, a motyó, megy a család, hát komolyan roskadozik a házat tetején, ne javítsuk meg, hát jó lenne, de nincs pénz, na nem tudom miféle, és akkor szent család megy tovább. Igen, így nőtt fel a kis Jézus. Gyerekkorán, az első 6 év legalábbis azt mondják, ilyen egyszerű körülmények között volt. Tehát ne féljünk a kihívásoktól, ne féljünk a problémáktól, ne sajnáljuk magunkat, ha fel kell menni akár gyalog is a 10. emeletre, úgyis belefér, mert azt mondják, 10 kilométert minden nap kéne gyalogolni, ne? Ne essünk kétségbe, hogy a Szent Anna rétre nem lehet autóval eljönni, ilyen a világ, gyaloglunk, javunkra válik, szent család is ezt tette. És hogyha szomszéddal problémák vannak, gondok vannak, imádkozzunk, kérjük az Isten segítségét, de ne háborogjunk, ne nyafogjunk, ne hisztizzünk, ne, mit tudom, verjük főtöz magunkat. Nem tudom, ez a 4 dolgot próbáltam ugye a boldogságos szűzanya Szent József példájával magunk elé állítani, elsősorban is mindenek előtt, ne akadjunk fel, hogyha nehézségek vannak, kövek vannak az életünk útján. Igen, nem mindent magyaráz meg, mennyi, hogyha boldogságos szűzanyának elgondolkozik rajta. És aztán ugye, hát hogy mondjam, ott azon az úton, ahol megyünk egymás számára, Isten áldása, simogatása, ajándék legyen. A sérelmeket, a bántásokat ne hurcoljuk magunkkal, tudjuk lerakni, és legyünk mindig mozgásban. Nem tudom, hogy vállaljuk azt, hogy ennek az épülő kápolnának az élő téglái, kövei legyünk. Hogy mi magunk engesztelés vállaljunk egy-egy, legalább egy-egy üdvözlégy Máriát minden nap. Na hát, aki vállalja, az álljon föl. Ülve nem lehet válogatni. Na, csendesedjünk el. És kérjük erre a döntésre a mi Urunk, Istenünk áldását. Jóságos Istenünk, nagyon szeretettel imádkozunk Ferenc pápáért. Olyan jó, mint egy nagy testvér eljött közénk, vigasztalt, bátorított, erőt adott, áld meg őt erővel, egészséggel, békességgel. Kérünk téged. Szívünk minden szeretetével imádkozunk ezért a helyért, hogy valóban itt és mindenütt, ahol élünk, mi magunk engesztelő, szeretetteljes gyermekeid legyünk, hogy valóban újjászülessen népünk, nemzetünk. Ferenc pápával együtt imádkozunk a világ békéért, hogy elhallgassanak a fegyverek, és az emberek párbeszédre, kiengesztelődésre készen egy asztalhoz üljenek. Urunk Istenünk, add, hogy ne a sérelmeket hordozzuk magunkkal, hanem célunkat törve haladjunk kitartóan, becsülettel, örömmel. Kérünk téged. És végezetül arra kérünk, Urunk, hogy legyünk a te áldásod, jó szavad, simogatásod mindazokkal szembe, akiket jó szerencsénk összehoz. Kérünk téged. És végezetül imádkozunk mindazokért, akik itt ezen a helyen valaha is egy imát elmondtak, akik már nincsenek közöttünk. Fogadd be jóságosan országodba őköt, te, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Világnak királyné asszony. Bocsánat, mielőtt énekelnénk még, köszönjük a Csaba testvérek szavait. Igazából arról volt szó, hogy élő templomába le akartok lenni. Azért kérdezik is benneteket, ellenmondtok a minden rossznak és minden bűnnek? Ellenmondtok az ördög minden cselvetésének?
ellenmondtak-e minden hazugnáknak és önzésnek? Ellenmondtuk. Kérdezek téged, testvérem, hiszel az Istenben, a mindenható atyában, mennek földnek teremtőjében? Hiszel-e Jézus Krisztusban, aki értünk meghalt és föltámadott, aki ott ül az atyának jobbján és közben jár értünk? Hiszel-e a Szentlélekben, az Anya Szent Egyházban, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Akarsz-e élő szent templom lenni? Ez nem volt meggyőző. Akartok-e élő szent templom lenni? Az Úr segítsen és őrizzen benneteket. Most énekeljünk. Imádkozunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úrunk Istenünk, feláljuk neked áldozati adományainkat, égi királynőnknek, a boldogságos Szűz Máriának ünnepén és Szent József közbenjárását kérve, egyszülött fiad, Fia önmagát adta a keresztfán szeplőten áldozottul neked, ad, hogy szent embersége szüntelen segítségünkre legyen, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mirőlünk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. És a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, világ győzedelmes királyának közbenjárását kérve, téged dicsérünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerő és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással boldogan énekeljük. Szent
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a szent élek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent élek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálaimát mondott, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat kérjük, Urunk, és hitelt adjuk feltámadásra, amire elmész. Zálogát adtad, ó Jézus, őt szereted. Fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkat vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek lehessünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc, Gábor, Balázs segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartod, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet,
elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményük szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenvedessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Uram, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadban mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltóknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenekké, amen. Feltámadás után Jézus így köszöntötte apostolait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerinti békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Köszönöm, itt lehetek. Isten baranya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk, Isten baranya. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomra jöjjék, hanem csak egy szóval és megjövök az Istenet. Az ő teste és az ő vére őrizzen bennünket az örökkönetben. Az önnel jó talán az áldozás engye, hogy két oldalt fogunk áldozni, és
ha lehet, akkor próbáljátok egymást segíteni, hogy ki tudjam minket jönni. Svét után
is vagyunk, és ezért kérjük Szent Mihály Arkangyal védelmez minket. A sátán kísértése jelen így jól van. Esetleg a parancsolja neki az Isten, de pedig menjék segítségezére. A sátán kísértése jelen. A
akik a lelkek veszélyek körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézus szentséges szíve, irgalmaz nekünk. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, magunkhoz vettük mennyei szentségedet. Kérve kérünk mi, akik tisztelettel megünnepelhetünk királynőnknek, a boldogságos Szűz Máriának ünnepét, és kértük Szent József közbenjárását, részesei lehessünk a mennyei asztalodnak, Krisztus, a mi Urunk által. Áldás előtt azt gondolom, hogy örömmel emlékezünk vissza az elmúlt napokra, és kérjük az áldást Szentatyánkra, és kérjük azt, hogy továbbra is az Úr eszközeként erősítse meg a rám bízottakat. Hol Szent Péter sírva téved, és az Úr legyen veletek. És a lelkeddel.
Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokban a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Áldjon meg és őrizzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Misa áldozatot bemutattuk, járjunk békével. De azért még ne menjetek el, mert május van, május első napja, és a Szűzanyát szeretnénk köszönteni együtt, együtt énekeljük a litániát. Oh.
Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járok, mi szószóló, engedd fel meg nekünk Szent Fiadnak, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Most segíts meg, Mária, Keservét a hónap hajna, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lássunk Krisztus életeire. Könyörögjük. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Menj ne királyné asszonya, Isten, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetted. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járása által olyan élet örömét elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádlak, nagy Istenség, testvér titkos, csodálatos oltári szentségben kint szenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Engedd kérünk tested és véred titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásunk gyümölcsét szüntelen érezzük.
Krisztus a mi Urunk által. Amen. Csaba testvér, most pedig szentségi áldást fogadni ránk. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve, áldott legyen Jézus szentséges szíve, áldott legyen Jézus szent vére. Áldott legyen Jézus szent vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szentlélek. Áldott legyen a vigasztaló szentlélek. Áldott legyen Isten anyja Mária. Áldott legyen Isten anyja Mária. Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele. Áldott legyen dicsőséges mennyevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz tiszta jegyese. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz tiszta jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Oh.
országról. Köszönjük Csaba testvérnek, hogy eljött, köszönjük nektek, hogy mindannyiatok eljött, és most kezdődik a körmenet. Azzal kezdődik a körmenet, hogy Jézust viszitek szívetekben, és tanúságot tesztek arról, amit itt imádkoztunk. Mert az a dolgunk, hogy elvigyük annak az örömhírét, annak az üzenetét, amit ma kaptunk, hogy élőkövekből épült templomok legyetek. Hallgassátok Csaba testvér búcsúzását. Külön köszönöm az atyának, hogy meghívott engemet. Öröm volt imádkozni, már zarándok voltam többször is, de még szentmisét nem mutattunk be, úgyhogy... Meg milyen szép ez a bajál is, nem? Lelkünk is, testünk is kicsit felfrissült. Nagyon szeretettel várom önöket Erdélyben. Az idén lesz 300 éves a dévai templomunk, kolostorunk, és 30 éves a Szent Ferenc alapítvány. Hoztam néhány könyvet is, esetleg, hogyha valaki érdekel, szívesen odaadjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én indulok haza, mert hónap reggel már misézni kell otthon. Akkor kéne kérdezni.